Hát akkor köszöntök mindenkit. Az utolsó előadásomra sajnos úgy alakult, hogy Szabó Ervé kolléga a Pécsi Egyetemről nem tud eljönni. Kapott egy defektet, miután a FICC 100 emlék konferenciáról tartott hazafelé, a Földvár magasságában, és amikor kivette a pótkereket, akkor rájött, hogy az lapos. Most szerencsém, hogy az apóshoz Pakson van, tehát onnan hoz egy tartalékkereket. Az apósa valószínűleg nem gondolkodik ezen, amíg a hatoson megy föl, de Ervőnek most ugye megvan az ideje, meg a módja is gondolkodni rajta, hogy a hatosok is tulajdonképpen egy-egyben a római Limes útra épült rá. Illetve, hogyha tolnán is egy kicsit megkapargatjuk a Földet, akár szó szerint, akár átvitt értelemben, akkor lépte nyomon belefutunk valami kövekbe, amiket ugye remekül félre lehet kotorni, vagy ki lehet csorbítani rajta az ekét. Folyamatosan kerülnek elő kisebb kerámiák, mindenféle érdekességek, mindenféle fémtárgyak a Földből, és most ezekről lesz egy pár szó, mik is ezek, honnan is kerülnek elő, mi a lényege, mi az, amire jó, mi az, amire nem jó, és ugye a római határvédelemre fogom kihegyezni az előadásomat, mert én ezzel foglalkoztam, meg ez az egyik kedvenc témám. Itt ugye a római határvédelem az egy hatalmas, csak az európai szakasz egy, mint egy 4000 kilométerre kiterjedő határvédelmi rendszer volt, amiben számos különféle építmény volt. Voltak hatalmas táborok, voltak pici őrtornyok, útállomások százával, különféle mansziók, szállások, beneficiárű szállomások, mindenféle bám, hidak, utak, egyéb építmények, amiket ugye a római hadsereg épített és tartott szerint nagy részt, mert amikor egy hadsereg nem éppen a barbárokat csapja meg, akkor ugye építkezik, mert csak azért is, hogy a fegyelem az ne lazuljon, és ennek a nyomai még elég sok országban tetten érhető, köztük Magyarországon is. Egyébként, mint annyi minden másban, itt is a valahol Balkán és valahol Nyugat-Európa között vagyunk, hogy rengeteg minden van, ami egy részt még meg is van, és egy részt már fel is ismertük, hogy fogyóban van, ezért elkezdtük megvédeni őket. Itt ugye az elmúlt éveknek volt egy nagy dobása, hogy a világörökség részévé vált a dunamenti római határvédelmi rendszernek egy nagy része, a Magyarország az pont nem, de minden más meg tök jól, tehát ebben azért vannak előrelépések, és bízunk benne, hogy idővel majd a magyar szakasz is csatlakozni fog. Itt ugye látszik a birodalom képe, látszik Pannonia, ami a mai Dunántúl extrát foglalja magába, illetve itt a háttéren pedig Paks régészeti park, Tolna megye jelenleg egyetlen régészeti parkra látható, ami szerencsére az egyik legjobban finanszírozott múzeum fenntartásában van. Itt ez a két szigorú úriember közül a baloldali Rómer Flóris, a magyar régészet atya, egy Bence szerzetes, apát, nagyvárosi prépost, tehát ő 48-as közlegény, majd egészen százados. Ő ugye egy Bakony Bélen tanult, rendkívül nagy műveltségű polihisztor egyházi úriember volt, aki 49-ben hadbíróság elítélt, és börtönbe is csukták egy kellemes 7 évre, amit ő tanulásra és önképzésre fordított nagyon bölcsen. Tehát amikor ő kijött, ő azonnal megalapította a Magyar Régészeti Társulatot, olyan közleményeket, vagy folyóiratokat indított útjára, mint az archeológiai értesítő, vagy az archeológiai közlemények, ami hát mai napig egy 135 év távlatából is vidáman fut, és egy alkategóriás hazai folyóirat. Az ember MTMT-ben rendszeresen lehet találkozni vele, és Rómer Flóris volt az, aki igyekezett felhívni a figyelmet ennek az örökségnek a megóvására, akkor még egy kicsiben több volt belőle, mint most, de azért most is szerencsére elég sok minden van, amit így meg lehet őrizni, be lehet mutatni. Egy kicsit a múltunk megismerése révén a saját helyünket is talán jobban el tudjuk helyezni, hogy egy jobb perspektívába tudjuk helyezni, illetve jó történeteket tudunk adni róla. És a másik új ember pedig szintén egy egyházi ember, és szintén a 19. századnak egy nagy polihisztora, Oseszki Mór volt, aki bár nem volt apát, hanem egyszerű plébánosként szolgált többféle tolnai településen, Závodon, Gödrén, Kondutolnai, Konyhát, Varasban, Szekszárdon, és többek közt Lengyelen is. Ő volt az, aki az aponyi birtokokon az idős aponyi gróffal, Sándorral járt ki kocsival, és az idős gróf az ugye nagyon
nála volt az első tolnai gyűjtemény. Ezek ugye Magyarországon is, mindenhol máshol a világot, kezdve Olaszországgal, magángyűjteményekbe kerültek először. Tehát ezek nagyon jó állapotban megmaradtak, ugye volt egy gazdag mecénási réteg, aki kicsit kiemelkedve a mindennapok gondjaiból, tudott a kultúrára, tudott ezekre a régi szutykokra is időt meg energiát fordítani, és nagy lelkismeretességgel a koruknak a technológiai színvonalának a csúcsán gyűjtötték ezeket, és ebben Gosvinszki Mór volt ennek az apudi grófónak a segítségére, ez ugye a lengyeli kultúrának, egy bronzkori kultúrának nevet adó lelőhelynek a teljes feltárása fűződik az ő nevéhez. Ez egy több évtizedes projekt volt, aminek a lezárásaképpen ez a szúrós tekintetű úriember kiárta azt, hogy Szekszárdon létrejöhessen egy múzeum, ami az előző rendszerben Béri Balogh Ádám, a mostani rendszerben hála az égnek az ő nevét viseli. Ez a múzeum egyébként eredetileg az ottani gimnáziumnak a termében került berendezésre, de amikor az igazgató ugye persze mondta, hogy nem, persze hozzák be ezeket a műtöményeket, abból is tanulnak a fiatalok, legalább fognak tárgyakat, egy kicsit kézzelfoghatóvá válik a történelem, ugye rendkívül történelem, óra, múzeumpedagógia, és amint ugye rájött, hogy ez ténylegesen egy mekkora tárgyanyagot foglal magába, hogy hány ezer tárgyatársak ki lengyel, csak lengyelről, Gosvinszki azonnal kidobta őket az épületből, és ez elsőre ugye nem volt a pozitív fejlemény, viszont oda vezetett, hogy megépült ennek a múzeumnak a mai napig lekopott állapotában is monumentális épülete, és ugye jól tükrözi a régészetnek, meg a muzeológiának ezt az örök harcát a raktárhelyekért, meg hogy tárolják ezt az anyagot, amitől nem szabadulhatnak meg. De most Tolna megyében számos régészeti lelőhely van, nem csak római koriak, rengeteg középkori templom, rengeteg középkori település maradt fent, ami ugye a török hódoltság, majd az azt követő felszabadító háborúk alatt folyamatosan bennépesült, majd lakatlanná vált. Egy hihetetlenül érdekes régészeti topográfia a letéteményes, amit egyébként Gosvinszki Mór írt meg. Most visszakanyarodva a római emlékekhez, ugye Paks Hunakömlő Lusztonium római segélycsapatábora az, amit mindenképp meg kell említeni. Ennek ugye földrajzilag is egy rendkívül érdekes helyen, ugye az a tipikus lösz magas parton helyezkedik el, ami Dunaszeg csőnél is, meg Paksnál is, ugye vidámon folyamatosan csúszik bele a Dunába. Ebben nyilván a folyamszabályozások is valamennyire szerepet játszanak, de amennyire én így a sarkalatosodásommal értesültem, ez egy természetes folyamat, ami sajnos az összes dunamenti lelőhelyet koptatja. Ennek egy másik oldala az, amikor ugye a víz alól kerülhetnek elő izgalmas dolgok. Itt ugye a Bölcskét érdemes megemlíteni, ahol víz alól kerültek elő oltárak, egész pontosan 39 római oltár és sok kisebb töredék. Ez egy mára már víz alá került késő római kikötőerőt falába építve került elő. Ugye itt kapásból remekül el lehet mesélni, hogy a római korban is ezeket a kőemlékeket, ugye olyan szép, szabályos kvádrekű alakja volt, hát mindenféle gázlás nélkül újra felhasználták és beépítették ezekbe a katonai épületekbe. Hála az égnek, hogy viszont ennek állapotban megmaradtak, és a víz alatt nem is esett sok bajuk. Ugye már Romer Flóris is kapta az értesítéseket arról, hogy a dunai hajósok igyekeztek Bölcskénél mindig valahogy nagyon Bács felé kerülni a dunántúli partszakaszt, mert folyamatosan léget kaptak a hajók. És végül aztán 1973-ban volt egy olyan, egy hajó elsüllyedt, miután léget kapott a bölcskei romokon, és ekkor érett meg az elhatározás, hogy ezeket vagy kirobbantják, vagy kiszedik, de valamilyen módon ez onnan ki fog kerülni. És 83-ban Gál Attila, a magyar búvárrégészet atya, elkezdte ezeket szépen felhozni a felszín alá, és ugye ez egy elég monumentális, majdnem 10 évig tartó munka volt. Ugye Zsák Puszta, amikor Magyarországon forgatott, akkor ő is lemerült egy teljesen külön hajóval, mert egy összeférhetetlen fickó volt, de ő is megnézte ezeket a romokat, és az ő dokumentumfilmjében is ezek megjelennek, és ezek egyébként mai napig Bölcskén egy kőtárban vannak kiállítva. Egyébként érdekességük, hogy a felirat alapján ezek Jupiter Teutánusnak szentelt oltárok, és Teutánus az mai Gellért egyen Aquincumnak. Hát Aquincumtól délre a 11. kerületnek a szívében, esetben csúcsán
elhelyezkedőkkel, a Oppidum, azaz benszülött településnek az oltárai voltak. Tehát ezeket nagyon pontosan meg lehet határozni, hogy hol készítették és honnan hajózták le őket ezekhez az építkezésekhez. Na most természetesen római gyűjtemények nem csak ezeken az elszólt helyeken vannak, hanem a múzeumokban is. A legnagyobb tolnamegyei gyűjtemény az ugye a Wasserski Nord Múzeumban található. Egy része az udvaron ebben a szép félkörűben kiállítva, a másik része az ennek a múzeumnak a földszinti hosszanti termében, illetve a hosszanti folyosóján, részben a falba ágyazva, részben mellé támasztva. Érdemes egyébként megnézni őket, mert sok más magyar lapidáriummal ellentétben ők a magyar fordítást is feltették a falra, ugye. Szakmai körökben ez sajnos nem mindig evidens, hogy kiírják magyarul a teljes latin szövegek a fordítását, de itt ezt a nagyon közönségbarát és rendkívül élvezhető megoldást választották. És röviden egy pár szó Pannonia a történetéről, ugye ez az egész régió, ami a mai magyar Dunántúlt foglalja magába, ez a Krisztus születése körüli időszakban, egész pontosan Krisztus előtt 9-ben került a Római Birodalom fennhatósága alá, és valamikor a 430-as években távozott belőle, amikor miután már 4 részre osztották Pannonia tartományt, ezeket a rómaiak fokozatosan feladni készültek. Itt ugye nagyon hosszas társadalmi gazdasági jellemzésekbe lehet bontakozni, amit én most teljes mértékben mellőzni fogok. Itt ugye azt a két császárt emeltem csak ki, aki meghódította a tartományt, ugye Augustus, születési nevén Caius Octavius és Trajanus császár, aki pedig a messzi Hispániából érkezett ide csak azért, hogy ketté ossza a tartományt, illetve hogy meg az összes ügyit is, és hogy Dácia tartományt elfoglalja. Ő volt az, akinél ez az expanzió, ami a római birodalom terjeszkedése volt, az elérte a csúcsát. Ezt követően a birodalom mérete az már nagyrészt folyamatosan csökkent. Ez természetesen nem egy visszaesés volt, hanem egyfajta társadalmi átalakulás, aminek mondjuk egy szétesés vetett véget. Ez a körülbelül 400-430 év volt az, ami Pannonia történetét jellemzi, és ez itt Tolna megyében is szinte az elejétől, szinte a végig tette érhető. Itt ugye a rómaiakról mindenkinek általában ezek a egyformán öltözött lemezpáncélos, szögletes hajlított pajzsot, szkútumot viselő katonák jutnak az eszükbe, de szinte biztos, hogy nem így néztek ki a római hadseregben, ugye most már tudjuk, hogy ez egy Orbis kettes típusú páncél, ami a második század elején volt használatban, de természetesen a római hadsereg is egy rendkívül összetett, rendkívül sokszínű hadi alakulat volt, aminek sem módja, sem érkezése, sem nyersanyagai nem voltak arra, hogy mindenkit egy egységes egyenruhába öltöztessen fel. Ez ugye az újkornak a vívmánya, amit a hollywoodi filmek kitűnően visszavetítenek az ókorba. Itt ugye látunk olyan nagyjából régészeti leletekre alapozott rekonstrukciókat, amik bemutatják, hogy tulajdonképpen mindenki különbözően nézett ki, és hogy azonos korban, azonos egységek sem ugyanúgy öltöztek fel. De amiért igazából ezt a képet felvetítettem, az az, hogy mutassam azt a fajta sokféleséget, ami ezt az egész hadszervezetet jellemezte. Ugye egy érdekes gondolat talán, hogy a római hadsereg nem csak egy erőszakszervezet volt, hanem tulajdonképpen egyfajta szociális létre. Tehát a polgárjokkal nem rendelkező peregrinusoknak a birodalom közigazgatása alá vont másodrendű állampolgároknak egy lehetősége volt a felemelkedésre, az, hogy ők beléptek ebbe a hadseregbe, lehúzták a 16 vagy 20 vagy 21 vagy 25 éves szolgálatot, és ennek a végén megkapták a római polgárjogot, és ezáltal érvényes házasságot kötöttek, örökíthettek. Ugye a hadseregben mindenkit elhelyeztek a hazájától, minimum 200, de inkább 2000 kilométerre, tehát rá voltak kényszerünk, hogy megtanuljanak latinul. Egy csomó olyan szokást, egy csomó olyan élvezetet elsajátítottak, például a bor, például a fűtött ház, például a fürdő, például a tisztaság, meg úgy általában a rendezettség, amit aztán miután kikerültek a hadseregből, már nem kívántak feladni, hanem egyfajta életszínvonal emelkedést éltek meg, és ezáltal főleg a irodalom első két századában egy rendkívül népszerű életpályamodell volt az, hogy az ember belép a hadseregbe, hiszen az volt a vége, hogy egy teljes jogú polgár
formalizált, közepes műveltségű, még akár olvasni is, vagy akár picit írni is tudó emberként távozhatott és közhivatalt vállalhatott. Sokféle épület fennmaradt a romjaiak után. Ez ugye egy germániai, németországi őrtulajdonnak a rekonstrukciója, ez viszont egy eredeti angliai tábornak a hát szintén rekonstrukciója. Ezek az épületek ilyen szinten Magyarországon sajnos nem maradtak meg, viszont ennek ellenére a belőlük előkerült leletanyag, illetve az írásos forrás, illetve a sok kis leletnek, a sok kis adata kirajzol, vagy lehetővé tesz egy olyan összetett képnek a felrajzolását, aminek a segítségével egy hihetetlenül nagy mélységben él. Nagyon, nagyon kis apró részletekben menően megismerhetjük ezt a kort, és rekonstruálhatjuk, hogy egykor ezen a területen, ahol most mi élünk, vagy ahol most Bonyhád van, mi volt régen, és hogy hogy éltek az emberek. És ugye a régészeti lelőhelyeknek mindig van egy olyan veszélye, hogy előszeretettel sétálnak rajta emberek, mivel nincsenek lezárva és gyűjtögetnek, viszont azok, akik érdeklődő céllal, vagy olyan turizmus idegenforgalmi céllal, vagy egyszerűen csak egyfajta önismereti indítatásból szeretnék megismerni a múltjukat, azoknak több régészeti adatbázis áll lehetőségére. Az egyiket ugye a Magyar Nemzeti Múzeum fejleszti, ez minden egy tarjó adatabész, egy régészeti adatbázis, ez egy európai nagy Ariadne keretrendszerén rendezett dupál adatbázis, ami bárki számára elérhető. Ez az areadatabase.hu URL-en fogható meg, és nyilván vannak benne védett adatok, tehát hogy nem ad ki bármit, viszont aki érdekel ez a téma, vagy aki szeretne egy kicsit utána járni, jobban megismerni egész Magyarország területén bármelyik korszaknak a régi múlt emlékeit, az itt egy nagyon jó kiinduló pontot talál. És itt a másik oldalon, meg ugye amit felvetítettem, ez a római nemzet, római határvédelem, ami Tolna megyében is, meg tulajdonképpen Magyarország teljes területén a leglátványosabb, legjobb állapotban megmaradt, legnagyobb, monumentálisabb lelőhelyeket foglalja magában. Ami Bonyhád környékét illeti, itt ugye három plusz kettő jegyzett lelőhelyünk van. Rendkívül kevés adat alapján sikerül ezeket a következtetéseket levonni. Itt ugye 5 darab adatból semmilyen statisztikát, meg semmilyen érdemű következtetés nem lehet levonni. Itt ugye feltételezik a római telepeknek a meglétét, pontosabban a kutató kollégák feltételezik, bizonyos telepobjektumok, házak, leginkább házak és beásott gödrök jelenléte nyomán. Itt ugye látszik, hogy van még hely a fejlődésre, vagy van még hely a terjeszkedésre, és most át is térnénk a múltból a jelenen át egy reménybeli jövőbe. Ugye többen foglalkozunk azzal, hogy ezeket a régészeti lelőhelyeket igyekszünk felderíteni, ugye mérderítjük fel őket, valamennyire még a bölcsészek is vagyunk, a tudósoknak tartjuk magunkat, és igyekszünk ezeket az adatokat összegyűjteni, kiértékelni, megmenteni belőle minél többet, mielőtt elveszik, közzétenni őket, és ennek az egyik leghatékonyabb módja az, hogy járjuk a terepet, mint állat, és dokumentálunk mindent. Itt ugye, mivel a Völgységi Múzeum az egy régészeti gyűjteménnyel nem rendelkező múzeum, ezért az egyetlen olyan régészeti tevékenységet végezzük, amit lehet, és az a terepbejárás, illetve a műszeres lelőhelyfelderítés. Itt ugye látszik a műszer, ami jelen pillanatban a Pécsi Tudományegyetemen csücsül, de reményeink szerint majd sikerül onnan valahogy megmenteni, és a levegőbe tenni és folytatni ezeket a remek felderítéseket. Ugye ennek a drónnak nyilván ez azért nem egy lidar, meg nem egy olyan szintű elemzés tesz lehetővé, mint itt a korábbi előadásokban láthattuk, de régészeti jelenségek azonosítására, illetve nagy területeknek a villámgyors felmérésére és a tudás bővítésére, vagy legalább egy ilyen támpont adására, hogy hova érdemes kimenni, erre kitűnően alkalmas. És ugye van még egy ilyen saját fejlesztési adatbázis, a korábbi munkahelyemnek a tragikus hirtelenséggel elhagyott hírkutató központnak egy dicső romja, a CLIA adatbázis, ami hála az égnek még mai napig elérhető. Itt
open source adatbázis, amit a mai napig hát egyelőre fizetési hiányában ingyenesen töltögetünk, igyekszünk folytatni ezt a munkát, és hogyha bárki kedvet érez magában, hogy esetleg lelőhelyekről adatokat szolgáltasson, hogy lelőhely van látómezeiben, vagy esetleg valamilyen bony, főleg ugye a ponyhádi lakosokhoz szólok, hogyha tudása van valamilyen lelőhelyről, vagy valamilyen régészeti objektumról, akkor munkaidőben, illetve azon kívül is szeretettel látjuk, és látom, és meghallgatom, és igyekszünk mindennek utána járni, minden potenciális lelőhelyet felderíteni. És a Pazirik Informatikai Kft. 3D rekonstrukciójában köszönöm szépen a figyelmet és mindenkinek a türelmet. Köszönöm, hogy eljöttetek a